úr, elnök úr, alpolgármester úr, dékán úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Akkor Dániel minket megkeresett, akkor nem csak a hely közelsége miatt keresett meg bennünket, mert intézetünk minden emlős faj teljesítményvizsgálati kódexének kidolgozásában részt vett, és nincs még egy ilyen intézet, bocsánat, Magyarországon. És mi vezettük a mangaliszta tenyésztők tenyésztési programjának kidolgozását, a koncentrált tejű szagos fajták tenyésztési programjának kidolgozását, lyukecske, sertés tenyésztési program kidolgozását, és nálunk van a Dunamenti Génmegőrző Egyesület titkára, ami tanszékünkön, intézetünkben dolgozik, tehát mondhatni azt, hogy egy jó kutatóhelyet keresett meg. De miért is kellett egy jó, miért is kellett egy kutatóhelyet megkeresnie? Ahhoz, hogy egy tenyésztési szervezet elismerhető legyen, egy tenyésztési programot kell kidolgozni, amit egy kutatóhely készít el tudományos megalapozottsággal, és ebben vettünk mi részt. Először, hogy épül fel egy tenyésztési program? Tenyésztési célt kell meghatározni, és a struc esetében pedig a genetikai terheltségtől, küllemi hibáktól mentes, jószaporaságú, nagy hústermelő, életképes struccok populációjának kialakítása, fenntartása. Kiemelt figyelmet fordítunk a jó minőségű, tápanyagban gazdag tojások termelésére, keltethetőségére, valamint a tenyészállatok kezelhetőségére, jólétének biztosítására. Törekszünk tovább arra, hogy a tenyészállatok stressztűrő és adaptációs készségét növeljük különböző környezeti feltételek között, és emellett fönntartsuk a genetikai sokféleséget, és a hús és tojás termelés mellett figyelmet kell fordítanunk a toll és bőrpiac értékére. Mert tegnap beszélve a dél-afrikai kollégákkal, and I would like to welcome the colleagues from South Africa, a hús piaci értéke a teljes bevételből kb. 40-60%. A többi pedig a bőrből és a tollból származik. Tehát ahhoz, hogy versenyképes legyen a struc ágazat, figyelmet kell fordítanunk a bőrre és a tollra, és az, hogy válságálló legyen, mivel ezek aránya időnként változik. A tenyésztési program következő eleme, hogy kiválasztjuk a tenyészállatokat a tenyésztési célnak megfelelően. A tenyész kiválasztást pedig egy adatfelvételezés, az adatfelvételezést egyedi megjelölés, majd pedig nyilvántartás, tenyészeti nyilvántartásot kell, hogy kövessék. Ezen keresztül folyik az adatgyűjtés. Ugye az egyedek csippel való megjelölése mellett döntöttünk, és mikor minősülhet egy állat tenyészállatnak, milyen kritériumokat, feltételeket választunk, hogy ivarérett korra érje el a 100-110 kg-ot, kondícióbírálatnak kell alávetni, küllemi hibáktól mentes legyen, tollazat minőségére is figyelünk, mivel az majd reméljük egy bevételi forrás lesz, megfelelő egészségi állapotú és abnormális viselkedéstől, ami részben genetikai és környezeti eredetű is lehet, ezektől legyen mentes. Kell egy nyilvántartás, a struc bírálati lapot szerkesztettük, mivel ez egy kiinduló helyzet, elképzelhető, hogy a különböző testrészek súlyozása későbbiek során változik. Kondícióbírálat. A kondícióbírálathoz külföldi irodalmat vettünk alapul, azt magyarra lefordítottuk. Tehát a különböző változó környezeti körülmények között, hogy a kondícióját tartsa az állat. Környezeti rugalmasságot, flexibilitást kell mutatnia. Következő nyilvántartásunk a súlynapló. Különböző életkorban vételezzük fel az állatok súlyát, és a minisztérium feltételként szabta az elismeréshez, hogy legalább 200 madár súlyát kell folyamatosan nyomon követnünk, majd pedig 200 madarat le is kell vágni. Ezekből már 200-ból már 40 madár levágása és húsminősítése megtörtént. Elhullási naplót kell vezetnünk, ezt havonta kell vezetnünk, és az elhullási arányt is számon kell tartanunk, és az elhullás okát is lehetőleg.
tojásnapló, ugye részben bevételi forrás is, másrészt, ha nincs elég tojás, akkor nincs elég hús sem. Majd pedig fontos az egyes tojások keltethetősége is, ami részben utal a hímivaró állatok termékenyítő képességére is. Az állatokat ugye egyébként a tojástermeléshez el kell mondani, hogy irodalom alapján a párokban tartott, szülőpárokként tartott tojók szaporassága, tojástermelése magasabb, mint a trióban tartottaké. Ez ennek a technológiai megoldására esetleg figyelhetnek a tenyésztő kollégák. 4 évben néztük meg ugyanazon trióknak a tojástermelését, és látjuk, hogy évenként igen nagy változatosságot tapasztalunk, és a kikelt csibék aránya is változik. Megnéztük a különböző trióknak a tojástermelését ugyanezen időszakokban, látjuk, milyen nagy különbségek vannak triónként, ami a szelekció alapján jelentheti. Néztük a túlélő képességet. Azt látjuk, hogy az első 3 hétben nagyon érzékenyek a madarak, nagyon stresszérzékenyek, tehát a legtöbb figyelmet az első 3 hétben kell fordítanunk a madarakra. Azt követően van egy átmeneti, egy kisebb stresszes időszak, majd pedig a 30. héttől az állatok egészsége stabilizálódik, a nem alkalmazkodók kiestek, és mondhatni azt, hogy a 48. hétig elhullással már nem találkozunk. Megnéztük 40 madárnak a húsát, minősítettük különböző szempontból. Látjuk, hogy az egyes húsrészek között különbség van, illatban, ízben, lédúságban, porhanyúságban, állagban. És összefoglalásképpen mi az, ami eddig megvalósult? Ugye a termelési adatokat a kertekben, triókban gyűjtöttük, 2022-ben látjuk, hogy mennyi tojást gyűjtöttünk, azok egyedi súlyát mértük le, mert érdekes módon a tojás mérete befolyásolja a keltethetőséget, és természetesen a csíves súlyát is, és a csíves súlya pedig befolyásolja az életképességet is. A 23-ban tovább folytatódott a tojások gyűjtése, majd pedig az állatok különböző életkorban mért súlyát is megállapítottuk, és 24-ben tovább folyik az adatfelvételezés. Köszönöm szépen, és a tenyésztőknek kitartás, de minden esetre Dániel említette az összefogást, dél-afrikai kollégák ugyanezt mondják, náluk farmerek kezében van a termelést vágói értékesítés, egy szervezet van, monopóliumok van szinte az egész világon, de ezt majd a dél-afrikai kollégák elmondják, összefogás, és a minden iparágban, minden mezőgazdasági ágazatban megtanultuk, hogy csak kitartással, precíz munkával lehet eredményt elérni, és a strucc nem tojik aranytojás. Köszönöm szépen!